A történelem ország útján. Maréknyi nép vagyunk Európában. Petőfi felkiált: Isten csodája, hogy áll még hazánk! Ezer esztendőket még a nagy népek is csak csodák révén élhetnek. A virradatra váró, a láthatár peremén, a felkelő napra figyel. A fény árban gyönyörködik. Az ázsiai őshazát elhagyó, új hazába vándorló eleinket, a felkelő nap az őshazára emlékeztette. Keletről jöttek, de nem üres kézzel. Magukkal hozták szellemi kincseiket hitüket, nyelvüket, hagyományaikat, művészi értékeiket. Nyugatiakká lettek, lelkileg mégis ezer szál kötötte kelethez őket. Eurázsia testesült meg bennük. Olykor elmerengünk a régmúlton, amelyet csak sejtünk, de nem ismerünk. Elképzeljük, ha a rovás írással, a boncok bűvölő igéivel, a hársfaháncsba öltözött regősök énekeivel annyi kincsünk nem megy veszendőbe, ha régmúltunk bölcsőjében fejlődhettünk volna, talán Kínához, Japánhoz hasonló kultúrát teremthettünk volna csak hogy mindez ábránd. Vezéreink, nagyjaink a szellemi nyugattal eljegyeztek. Európaiak lettünk és vagyunk. A régész és a történész feladata, hogy bevilágítsa azt az utat, amelyet a magyarság a honfoglalás óta megtett. A régész tárgyi forrásanyaggal, a történész írott szövegekkel dolgozik. Egyik sem lehet meg a másik nélkül. Egymásra vannak utalva. Ki kell egészíteniük egymást. Az emberiség őskorában a döntő szó az archeológusé. Később az írásbeliség elterjedésével a vezetést kétség kívül a történet tudomány forráseszközökkel dolgozó szakágai veszik át. De ezek nem nélkülözhetik a régészetet. Milyen eszközök állnak a történet tudomány rendelkezésére? A legfontosabbak az írásos feljegyzések lennének, ha léteznének. De tizedik századi hazai írott forrásaink nincsenek. A későbbi krónikák, a szentek legendái és az oklevelek sok hasznos adatot tartalmaznak, ezeket azonban kritikával kell kezelni. A 19. század második felében közzétett finnugor elmélet villámcsapásként érte mind a történészeket, mind a magyar közönséget. A magyarság eredetét értelmező új irányzat elsöpörte a hagyományt, a krónikák feljegyzések állítását. A környező népek írásos emlékeiben található adatokat, és septében összeállította, és már már dogmává nyilvánította a finnugor származás elméletet. E szerint a finnugor népektől származunk, a szkíta hun rokonság tana csupán romantikus álmodozás. Legközelebbi rokonaink. A vogulok és osztjákok. Ez tudományos felfedezés. A többi mese. Az agresszív, propagandára emlékeztető új elmélet képviselői inkább meghökkentettek, mint sem higgadtan, tárgyilagosan, a tudomány rangjához illő módon érveltek. Mintha a magyar származás elmélet hagyományos képviselői nem azok a tudósok emberek lennének, akik nagyon is tudják, hogy a krónikák egy mitikus világszemléletet tükröznek. A mítoszokból kell a valóságot kihámozni. Krónikáink mítoszai! A magyar nép, Eszmélődésének, szellemi fejlődésének értékes emlékei. Megőrizték hagyományainkat, mondáinkat, hitvilágunkat, művészetünket. Ipoi Arnod szerint A nemzeti érzés az, amely már krónikáink egyediségét megalkotja. Méltó büszkeséggel tekinthet rá minden magyar szem. Nem átallom kimondani, hogy egyedül állanak e tekintetben, a maguk nemében, a középkorban. Mondák színezik múltunkat. A csodaszarvas regéje, emese álma, lehel és botont hőstettei, a fehér ló mondája de miért zavarja ez a finnugor elmélet híveit? A krónikák színes leírásaiban a történelmi igazság magvait kellene keresniük, és nem eleve elutasítani őket. A finnugor irányzat képviselői hosszú időn át, sőt, manapság is szekértábor harcot vívnak a hagyományos, nemzeti történelem védelmezőivel szemben, miközben krónikáink tekintéjét folyton rombolják. Kizárólag a nyelvkutatás eredményeire építették fel a magyar nép őstörténetét. Nem számolnak azzal, hogy időközben egyre újabb, őstörténetben nyúló tudományok születtek. A régészet, a néprajz, az embertan, amelyek szintén a régmúltat kutatják, és felfedezéseik megingatják a finnugor elmélet egyeduralmát. A nyelv tudomány eredményei szilárdak. A finnugor nyelvcsaláddal való rokonság szókincsben, hangtani, nyelvtani jelenségekben tetten érhető, bizonyított. Csak hogy a magyar népnek vajmi kevés köze van legközelebbi nyelvrokonához, az obi ugurokhoz, mondja a régész. A nyelvtudósok, amíg megmaradnak a nyelvtudomány keretei között, hitelesen beszélhetnek. De amikor eredményeikből ős történetet alkotnak, túllépik hatáskörüket, és hitelüket veszítik. A járáshoz legalább két lábra van szükség. Az egy lábra támaszkodó nyelvészet nem visz közelebb, a magyar őstörténet feltárásához. A történet tudomány a székely nép eredetével kapcsolatban is nagy adósságot kellene, hogy törlessen. Erdély története megjelent ugyan három vaskos kötetben, de a székelyekről mindössze négy oldalnyi szöveg szól. Érdemben semmi újat nem hoz a jól ismert megalapozatlan feltevéseket említi. A vér nem válik vízzé. Sokan ma is a múlt, régmúlt felé fordulnak. A történelmet vallatják.